A két kishölgy abban a szerencsés helyzetben van, hogy az elsők között tesztelheti a felújított Móra úti bölcsőde játékait. A beruházás napokon belül befejeződik, 112 gyermek számára lesz hely. Jelenleg még nincs annyi kisgyermek felvéve, de hogyha visszaköltözünk, akkor újra jöhetnek, két csoportot úgy meg tudunk nyitni, és hát ha minden igaz, akkor 2020. január 6-ától birtokba vehetik a gyerekek és a szülők a bölcsődét. A felújítás több mint egy évig tartott, addig az idejáró gyerekeket a város három másik tagintézményében helyezték el. Az első gyermekem itt volt két évig bölcsődébe, pontosan ebbe a csoportszobába. Nagyon szerettünk, nagyon családias légkör volt, viszont most a felújított rész teljesen más, nagyon szép, ízléses, és a 21. századi követelmények teljesen megfelel. A felújított bölcsőde közvetlen környékén nagyon sok kisgyermekes család él. Mi itt lakunk közvetlen az orvosi rendelő mögött, itt a Móra 13-ban, és ez nekünk nagyon közel van. Úgyhogy nekünk ez nagyon kényelmes lesz, már alig várjuk, hogy jöjjön. Igaz? Várod, Lilike? A városban folyó közintézmény felújítási program részeként az óvodák, iskolák 80%-a kapott a kor követelményeinek megfelelő külsőt és belsőt. Minden gyerek, aki ma Szolnokon bölcsébe akar járni, az jó ellátást tud kapni, aki óvodába, az is, és az iskolások is. Ennek a programnak a következő lépése az Arany Sándor úti bölcsőde felújítása. Most, hogy ez kész lett, visszajönnek a gyerekek ide, illetve onnan majd mennek más bölcsődébe. A 8 csoportos bölcsőde felújítása 160 millió forintba került.